Pesti Üllőúti pályáról egykori mérkőzések filmkockáit láthatjuk. 1911-től a főváros akkor legkorszerűbb sporttelepén játszottak az FTC labdarúgói. Schlossertől Zsákig, vagy mondhatjuk Zamoráig, Európa, sőt a világ sok nagysága játszott vagy játszadozott ezen a pályán. Az alapító, a segítő, a lelkes fradi közönség figyelmétől és buzdításától kísérve. Ezekben az években itt játszották Uccolván az összes figyelemre méltó nemzetközi találkozót is. A 20-as, 30-as években is volt már edzésműsor, és ki tudja, talán nagyobb intenzitással és odaadással végezték, mint ma. Kereteket kinőtte a klub, a csapat, új pálya, új stadion kellett. A mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium és a hozzátartozó vállalatok, a legfelsőbb sporthatóság, társadalmi szervezetek, magánosok anyagi összefogásával elkészült, és itt van ime látó közelben az új, a gyönyörű stadion. május 19-e nagy nap az Üllői úton és mindenütt, ahol a zöld-fehér színeket tisztelik. A háromnegyed százados fennállását ünneplő klub stadionavatójára özönlik a tömeg, a boldog jegytulajdonosok, de hányan maradtak jegy nélkül, akik szerettek volna részesei lenni ennek az ünnepi eseménynek. Kaponyítás előtt a nevezetes nap emlékei is gazdára találnak természetesen, képeslap, sapka, jelvény, zászlócska, nyilván minden darab a féltve őrzött emlékek közé kerül. Órákkal a kaponyítás előtt már ezrek vártak a bebocsátásra, és 13 óra 52 perckor első ízben nyíltak meg az új stadion kapui. Akik elfoglalják helyüket a nézőtéren, hadd tudják meg, 13.000 köbméter beton, vasbeton, majd 2,5 tonna beépített gömbacél, 36.000 köbméter megmozgatott föld és 11 kilométer hosszúságú kábel hálózat fölött, alatt, mellett ül és áll. 30.000-es a stadion, a pályán belüli közlekedést remekül megoldották, simán megy a helyfoglalás. Az FTC új stadionjában megjelent kedves sportbarátainkat. Kérjük, hogy minél több alkalommal segítsék sportszerű buzdításukkal csapatunkat a sikerek elérésében. FTC Vasas öregfiúk mérkőzés. A bevonulók élén Lázár Gyulát látjuk, a tanárurat és a két csapat öregjeit, Gulyást, Horvátot, Rudast, Mátrait, Fenyvesi doktort, Novákot, Albertet, Rákosit, Kamarást, Bakost, Ihászt, Mészőit, Radújt, Farkast, hogy csak néhányat említsek a 22 pályára vonuló játékos közül. Lázár, Rákosi, Albert, Novák két generáció, sőt több kor van a különbség, de a labdával egyformán magas szinten bánnak. Egy emlék Lázár Gyulának, Szabó Tóni oldalán a magyar csapatban a párizsi világbajnokság döntője előtt, és aztán Lázár Gyula végzi a kezdőrugást. Ha jól megnézzük, a Fradi Vasas öreg találkozó részvevői nem is olyan öregek.
legalábbis a mozgásuk alapján. Az évek száma szaporodott ugyan, meg a kilók is egyeseknél, de a játéktudás fiatalos színvonalon maradt. E képek, e mozdulatok, e megoldások láttán a kedves nézőnek úgy hiszem nem kell semmiféle szakmai magyarázat. Albert a fiatal öreg remek alakítását, cseleit, majd átadását látjuk, aztán Novák indítja meg a gólossal új Fradi pályán a szurkolók legnagyobb örömére. Még 7 alkalommal rezdült ezután a háló. A végeredmény 4-4, tehát bevezetőként 8 gólt láthatott a stadion közönsége. A Fradi indulóval járja a pályát. Balla József, az FTC nehézsúlyú birkozója, erősen kézben tartott zászlóval vezeti be a megnyitó ünnepség következő résztvevőit. A Zöld-Fehér Klub szakosztályai munkaeszközeikkel képviselik együttesüket, és egyben jelképezik, hogy mennyire szerteágazó, mennyire sokrétű az FTC tevékenysége a magyar sportéletben. Stadion, stadion zászló. Ezek a pillanatok igazán ünnepélyesek. Zászló felvonás az ünnepi szignál hangjaira. Dr. Lénárt Lajos mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes, az FTC elnöke mond megnyitó beszédet. Vendégeink, kedves elvtársak, sportbarátaink, kedves szurkolók! Engedjék meg, hogy megújhodott otthonunkban, az Üllői úton, a Ferencvárosi Tornaklub elnöksége nevében meleg szeretettel köszöntsem ünnepségünk minden kedves résztvevőjét. Elérkezett sportolóink és szurkolóink hőn óhajtott, várva várt örömteli eseménye, amit oly sokan elképzeltünk, terveztünk és lelkesedéssel formáltunk, valósággá lett új, modern labdarúgó stadionunk az ünnepélyes megnyitásra készen áll. A Ferencvárosi Tornaklub immár 3/4 évszázada dolgozik a magyar sportéletben. 75 esztendő a sporttörténelemben nagy idő. Számunkra most legnagyobb öröm, hogy egyesületünk legkiemelkedőbb eseményének, a stadion avatásának tanúi és részesei lehetünk. Alapvetően a sportolókon múlik, hogy miként élnek ezzel a nagyszerű lehetőséggel. De engedjék meg a kedves szurkolók, hogy az ünnepélyes alkalommal önökhöz is szóljak. A ferencvárosi szurkolótábor mindig híres volt hűségéről és lelkes buzdításáról. Az igazi szurkolók akkor is biztatták csapatukat,
ha nem úgy ment a játék, ahogy szerettük volna. Arra kérem önöket, hogy az új stadionban is biztassák lelkesen, de mindig sportszerűen az együttest. Nagyon kérem a kedves közönséget, hogy vigyázzon az új stadionra, annak berendezéseire, hogy az új stadionban valóban otthon érezhessük magunkat. A Ferencvárosi Tornaklub eredményekben gazdag története új sikerekre kötelezi a klubot, annak tehetséges sportolóit, vezetőit. Napjainkban megnőtt a sport szerepe jelentősége a társadalom életében. Pártunk egyre nagyobb hangsúlyt helyez a testedzés fellendítésére, a minőségi sport és a tömegsport erősítésére. Szívből kívánom, és mi mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy az új stadion is e nemes, felemelő törekvések fontos segítőjévé váljék. Dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a Fradi stadion átadja a rendeltetésének. Ferencváros Vasas bajnoki nyitómérkőzés. Ezen a mérkőzésen a kezdőrúgást Takács 2 József, az FTC egykori válogatott játékosa, a népszerű Kistaki fogja elvégezni. Gíc István és Fábián, a két csapatkapitány kezet fog Takács Józseffel, aki készfogás közben nyilván néhány atyai jó kívánsággal is kíséri az üdvözlést. A Kistaki ötször volt gólkirály és számtalanszor segítette győzelemre a Ferencvárost és előtte a Vasas csapatát. Megkezdődött a játék. Mindenki azt remélte, hogy a pompás stadionavató nagyszerű rangadóval párosul majd. Sajnos nem így történt, mégpedig azért, mert a vendéglátó csapat messze elmaradt igazi tudásától, feltűnő volt a ferencvárosiak pontatlan összjátéka, lassú helyezkedése és teljesen meddő támadójátéka. Körülményeskedés, lassúság, tervszerűtlenség jellemezte őket, hiányzott elől a szárnyjáték, középen pedig az átütő erő, az igazi lendület, a sok gyors megugrás, a bátor egyéni kezdeményezés. Mezőny fölényben játszott ugyan a Fradi, de a támadások nem jelentettek különösebb gólveszélyt. De ettől függetlenül Mészárosnak, a Vasas kapusának több dolga akadt kezdetben, mint Gécinek. Branikavics volt a legtöbbet próbálkozó, de a Vasas védők a Fradi csatárok akcióit rendre leblokkolták. A piroskékek hirtelen ellenakciókkal válaszoltak. Néhányszor gondban volt a Fradi védelem. Branikovics kezdeményez ismét, Mészáros bravúrral üti ki a labdát. Nem volt nagy játék, de küzdelem igen. Kemény, de sportszerű összecsapások, bukások, bukfencek gyakran voltak. Egy remek Géci védést láttunk az imént. Mészáros védés. Akadozik az összjáték, mindkét oldalon. Sok a pontatlan átadás. Újabb Branikovics próbálkozás és szép Mészáros védés.
Ismét Mészáros. A Fradi próbál, de mindig az utolsó pillanatban becsúszik a hiba. Itt az ellentámadás Gécinek akad dolga. Tramkovics ütközik, huppan nagyot, és Somlai játékvezető a 16-osról ítél szabadrugást a zöldfehéreknek. Labda vissza a sorfalról, és aztán tisztáznak a piroskékek. Már is indítják az ellenakciót. A jobb oldalon Géci résen van, de átszel feje fölött a labda. És vége az első félidőnek, gól nem esett. A szünetben az egyre izmosodó tornaszakosztály tagjai a legifjabbaktól a 20 évesekig tartanak látványos bemutatót, és ragadtatják elismerő tapsra az avató közönségét. Fordulás után valamit javult a játék, de a jellemző továbbra is a küzdelem volt. A Fradi többet kezdeményezett, mezőnyfölényben volt, de a Vasas egy pillanatig sem respektálta a vendéglátók lélektani, helyzeti előnyét. Fegyelmezetten, tervszerűen védekezett, középpályásai nagyon hasznosan segítettek. A 68. perc sorsdöntő volt. Müller megíramodik, vezeti a labdát, Géci kifut, és a 14 méterről küldött Müller lövés a kapufa segítségével bekerül a hálóba. 1-0 a Vasas javára. Utána összecsapás Kű és Török között, Somlai játékvezető túl szigorúan ítélkezik, kiállítja a Vasas játékosát. Röviddel a befejezés előtt nagy ferencvárosi helyzet, szabadrúgás, aztán kavarodás a kapu előtt, Mészárosról kipattan, Nua rálövi, újból vissza a kapusról, és végül felszabadít a védelem, marad a végeredmény 1-0 a Vasas javára. Véget érte át a nyitó mérkőzés, a közönség, a Fradi tábor a vesztés után azzal a gondolattal hagyhatja el a remek létesítményt, hogy ebben a katlanban szereznek még örömteli másfél órákat a zöld-fehér labdarúgók.